Balatoni séta, de nem a part körül, hanem a tó fenekén. Tegnap a Balaton átúszással egy időben katonai búvárok sétálták át a tavat. Több mint 5 kilométert tettek meg, amit a világon előttük még senki sem csinált. Lendületesen indultak a Balaton felé, aztán pár méterrel később már nem ért le a lábuk, és úszva tették meg a távot Réf Fülöp és Balatonboglár között, ahogy az minden évben a Balaton átúszáskor lenni szokott. Néhány katona idén elhatározta, ők másképp csinálják majd. Végig gyalog mennek. Hajóról ereszkedtek a vízbe a katonai búvárok, váltásban sétáltak a víz alatt. A két négyfős csapat tagjai egyenként 1300 métert gyalogoltak, egy-egy váltó összesen 5200 métert tett meg. Annyit, mint az úszók a víz felszínén. Ez egy jó gyakorlás volt arra, hogy egy hosszú távú, úgymond ilyen erőltetett menetben a víz alatti sétát, mozgásmódokat, azokat begyakoroljuk. A tűzszerész és hadihajós ezred, valamint a II. Rákóczi Ferenc műszaki ezred egy-egy alakulata vágott neki, hogy átsétáljon a Balaton fenekén. Nehéz búvár felszerelésben ereszkedtek a vízbe, a lábukon ólomcsizmával. A levegőt a felszínről kapták tömlőn keresztül. A színes cső segített a tájékozódásban is. A vízben nagyon kicsi a látótávolság. Bízunk a szerencsében, és már nem tudjuk, hogy mi van előttünk. Igazából nulla a látótávolság. Tehát minden esetben a kezünk az elől van egy olyan 20-25 centire a testünk előtt, és hogyha esetlegesen beleütköznénk valamibe, azzal tudjuk tompítani, meg ki is tudjuk kerülni. A magyar búvárokéhoz hasonló több mint 5 kilométeres víz alatti sétával még senki nem próbálkozott. A világon ők teljesítették először ezt a távot.